Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Bárka rendezvényén, amit a nyugdíjasok hónapjának a keretében legnagyobb rendezvényként tartunk itt hagyományosan már a Kösziben. Délelőtt folyamán egy 90 éves hölgyet látogattam meg, és több mint egy óra hosszat beszélgettem vele. Nekem nagyon nagy élmény volt, mint általában ezek a látogatások, hiszen azt gondolom, hogy az idős emberektől hihetetlen sokat tudunk tanulni. Mindenkinek az élete és az önök élete is egy regény. Méghozzá sokkal izgalmasabb sokszor, mint amit megírnak egyébként az írók, vagy megverselnek a költők. Nyilván önök is, ha visszatekintenek az életükre, akkor hihetetlen sok minden volt ebben. Nyilván voltak nagyon szép és nagyon jó élmények, voltak kevésbé szép, voltak talán nagyon kellemetlen élményeik, de azt gondolom, hogy mindegyikük élete egy fantasztikus kaland. Én azt tapasztalom, és azt éltem meg gyerekkoromban, amikor a nagyszüleimmel együtt laktam, hogy semmi se volt érdekesebb és izgalmasabb, mint mikor leültem a nagyszüleim szobájába, együtt laktunk mi, még szerencsére annak idején, és csak úgy meséltettem őket. És egy pár mondat után már nem is figyeltek arra tulajdonképpen, hogy én meséltettem őket, hanem mesélték az életükbe a legizgalmasabb történeteket. És én, mint ámuló kisgyerek, csak hallgattam világválságról, háborúról, az 56-os forradalomról. Mindenről volt valami emlékük, személyes emlékük, amiket így meg tudtak velem osztani. Én azt szeretném csak kérni önöktől, hogy próbálják meg ezeket a személyes élményeket és emlékeket átadni a fiatalabbaknak, mert szerintem nagyon nagy baj, hogy a mai gyerekek valami számítógépes, nem a való világban, egy ilyen internetes világban élnek, sokszor keveset szembesülnek a valósággal, és emiatt nagyon sivár az életük, mert bár rengeteg információt kapnak, csak éppen nem biztos, hogy valós, és az élet által megszűrt és az élet által igazolt információk jutnak az ő tudomásukra. Ezért gondolom, hogy mindennél jobban, és talán minden kornál jobban szükség van ma a nyugdíjasokra és azokra az emberekre, akik el tudják már mondani a gyermekeinknek, unokáinknak azokat a történeteket, amiket ők valóban megéltek az életük folyamán. Én ehhez kívánok önöknek nagyon jó egészséget, érezzük jól magukat, és mindenkinek kívánok, hogy minél több ember legyen az, minél több szeretet teljes fiatal és családtag, akivel megoszthatja ezeket az élményeiket. Tulajdonképpen az október az ünneplések ideje, amikor megemlékezünk az időseinkről, akiknek az élete mind-mind egy önálló regény.
és ilyenkor a különböző intézményeink, így a Bárka, illetve a Szivárvány gondozóházban is rendezvények sorozata várja az időseket. És mik voltak az elmúlt hónap talán legfontosabb eseményei? Hát sok minden volt ebbe beleértve, olimpiát is, tehát idősek sportversenyét is. Ez az egész hónap tulajdonképpen róluk szól, és értük van. Ennek keretében, mondom, volt sportverseny, voltak vetélkedők, de műsorokkal is kedveskedünk nekik ilyenkor. És mi az, amivel elégedett, és mi az, amin úgy gondolja, hogy még változtatni kellene? Hát mindig van mit tenni az időseinkért, azt gondolom. Leginkább én azt gondolom, a fejekben kéne rendet tenni. Régen én még olyan családban nőttem föl, ahol a nagyszüleink aktívak voltak a családban. Szerencsére mi együtt lakhattunk velük, és nekem a gyerekkori élményeim közül talán a legszebbek a nagyszüleimhez kötődnek, hiszen olyan dolgokról meséltek nekünk életszerűen és valóságosan, amiket egyébként csak a történelemkönyvek lapjairól ismerhetnénk. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb a üzenet talán a mai fiataloknak, az idősektől, hogy legyen időnk meghallgatni őket, legyen időnk szeretettel és figyelemmel körülvenni őket, és figyeljünk a szavukra, hiszen nagyon sok mindent tanulhatunk. A vendéglátók után a meghívott vendégeket faggattuk. Jól érzem magam mindig, járunk a közösségi helyben, nálunk is szoktunk bulizni, kirándulni mindenhova. Örülök, hogy bekerültem ebbe a csapatba. Szeretem Kőbányát. Úgy mondva, nem azért, hogy szeretem úgy, hogy mindenki azt mondja, hogy ilyen nagy fejlődés. Én amikor ide jöttem Kőbányára lakni, akkor a Sibriken tiszta gödör volt. Ugyanúgy eljártunk, sportoltuk, ezt azt tettünk, vettük, amit kellett. Hát most mit mondjak, nem vagyok 20 éves.